Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és hát egy háládatlan szerepkör hárul ránk, ugye utolsó előadásnak, ráadásul három projektről beszámolni, de hát majd igyekszünk az időt tartani. Három projektről fogunk itt beszámolni. Ez a három projekt időben és témájában is némileg eltér. Gyakorlatilag időben szinte a projektek egymást adták, tehát kézről kézre jött a projekt. A célkitűzéseik, az első az egy technológiai jellegű, a második az egy kifejezetten nagy digitalizáló, tehát nagy mennyiségű anyag feltöltéséről szólt, a harmadik legutolsó pedig egy oktatási orientációjú történet volt, ahol meglévő tartalmakat hogyan lehet felhasználni, átalakítani az oktatás és a közművelés számára egy emészthető formába. Az első projekt, és itt Zsolttól nagy segítséget kaptam, mert egy csomó mindent lelőtt, jó értelemben természetesen. Ugye ez a Sterna nevű projekt, ugye a Sterna az egy madár nemzetségnek a neve, a cséreké, és de hát a projekt nem innen kapta a nevét, hanem ez egy rövidítés a Semantic Web-Based Thematic European Reference Network Application-nek. Jó bonyolult, hát a Sternát még nem biológusoknak is könnyebb lesz megjegyezni valószínűleg. Ez egy e-content plus volt, legjobb gyakorlatok hálózat projekt, és nagyon fontos, hogy nézzék meg a dátumát. 2008 és 2010 között volt. Időközben az Európa nagyon átalakult. Tehát nagyon sok minden, amivel mi kísérleteztünk, hiszen miként említettem az előbb, ez egy technológiai kísérlet volt gyakorlatilag. Abból nagyon sok minden szerencsére már megvalósulhatott. 13 partner volt a projektben, amelyek között voltak technológiai partnerek, múzeumok, ezek közül nagyon pici múzeumok, néhány ezer objektummal bírók és egészen nagyok, milliós, illetve sok milliós objektumokkal rendelkező múzeumok, ahol nagyon-nagyon különböző infrastruktúra állt rendelkezésre, itt ne csak eszközökre, hanem mindenek előtt emberekre gondoljanak, szürke állományra. Nem fogom én ezt végig felolvasni, ne rémüljenek meg, csak azért rakom ki a képernyőre, hogy valószínűleg egy jelentős részüket soha nem is hallották, hiszen nagyon pici intézetekről vagy szervezetekről van szó. Persze vannak köztük nagyok is, mint a Naturalis például. A Salzburg Research vezette a projektet. Ez már is kifejezi, hogy ez nem egy klasszikus tartalom, hanem ez egy technológiai, inkább egy technológiai projekt volt, és a fő technológiai fejlesztő egy holland cég, Delftből a Trezorix. És aztán persze további partnerek is kapcsolódtak később. A célunk az volt, hogy természetrajzi digitális tartalmakat hogyan lehet az Európánába úgy integrálni, hogy mindezt szemantikus gazdagítással tesszük. Ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon különböző heterogén forrásaink voltak, ezek a források több nyelven voltak, nagyon-nagyon különböző intézetekben, tehát van, ahol tényleg az IT tudás az mondjuk a legegyszerűbb szövegszerkesztési ismeretekkel írható csak le. És ehhez mindegy elosztott infrastruktúrát kell elképzelnünk, és próbálkozást tettünk arra a projekt során, hogy a meglévő munkafolyamatok, szabványok, adatbázisokban lehető legkevesebb változtatással valósulhassanak meg a célkitűzések, hiszen ez rengeteg pénz, energia és megfelelő képzett emberelőt igényel. Az applikációk madarakról szóltak azok az információk, amin ezt a kísérletet elvégeztük. És itt hát négy fő felhasználói közönséget jelöltünk meg. Most ezt azért tudni kell, hogy itt nem csak természettudósokról van szó, mert például a birdwatcherek létszáma az sok-sok százezerre rúg Európába.
Nemrégiben volt az Economistban egy gyönyörű kis grafikon, ami mutatja, hogy a bőrvecserek száma így emelkedik, miközben a politikai érdeklődés mutató és pártagok száma így csökken. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly közösség és egy folyamatosan növekvő közösség. És itt tudok nagyon jól kapcsolódni a Zsoltéhoz. Zsolt egy csomó eredményt elmondott, amik ma már az Európánában megvalósultak. Mi még akkor abszolút kísérleti fázisban dolgoztunk. Ebben nem is fogok belemenni a részletekben, nem csak az időhiány miatt. A nem véletlen van fönn a webcím. Érdemes megjegyezni, nagyon-nagyon gazdag anyag van, és egy csomó szoftvereszköz, a mi szlengünkben, ugye biológus szlengben szoftverállat van fönt, amelyek nagyon jól használhatók a munka során, mind a mai napig. Tehát ez egész egy reference network application, ugye a tartalom, a metaadat, és aztán van a referencia struktúra. Itt ugye az RDF-ről Zsolt kevesebbet beszél, de az COSZ-ról azért sok mindent elmondott már nekünk. Mind a kettő World Wide Web specifikáció. Ugye az RDF-ről Zsolt kevesebbet beszél, de hát csak annyit róla egészen dióhéjban, hogy eredendően metaadatok adatmodelljeként használták, és aztán ez persze fejlődött az idő során, és én is egy ilyen példát mondanék, amit itt meg is mutatok, hogy az az egyszerű mondat, hogy a sky has the color blue, ugye szépen RDF-ben úgy hangzik, hogy the sky, ez ugye a subject, a predicate a has, és az object pedig a the color blue. Ugye ez első pillanatra rettentő, borzasztóan hangzott, egyébként a konzorciumi üléseken és találkozókon is többször lefagyott a társaság, és újra kellett bútolni, de aztán lassan-lassan megemésztettük ezt. A COSZ-ról pedig Zsolt beszélt, én ezt nem részletezném. Ezen a dián a viszintes sötétét vonalra kell figyelni, ez az RNA toolset. Ez gyakorlatilag az az eszköz, az a szoftverállat, miként az előbb apostrofáltam, amely segítségével tudjuk manipulálni ezeket a struktúrákat. Nagyon sok automatikus lehetőség azóta, amikor mi csináltuk, azóta sokkal több automatikus lehetőség van struktúrák kinyerésére, például szövegekből, de természetesen ez teljesen automatikusan nem megy, és nem is fog menni valószínűleg soha. Tehát arra a kérdésre, hogy ki milyen jogokkal bír, az bizony-bizony nagy jelentőséggel bír, mert adataink minősége és elérhetőségét ezt jelentősen befolyásolja. Ez tulajdonképpen egy nagyon egyszerű ábra, séma arra, hogy ugye több különböző forrásból nem egy helyen tartottuk az állományokat, csak a referencia struktúrák voltak egy helyen. Mi ennek keretében, és ezt el kell mondani, hogy ez egy tanulság egy nemzetközi projektnél, hogy a szerződés megkötése után, amikor kiutaztam ugye a projektnyitó értekezletre, akkor finoman szólva a hanyattestemnek kiderült, hogy ez egy madarász projekt lett, a szerződésben nem ez szerepelt pontosan. Emellett természetesen voltak racionális érvek, csak innentől kezdve a Magyar Természettudományi Múzeum mint adatot szolgáltató nehéz helyzetbe került, hiszen tudni kell, hogy 56-ban nekünk porrá és hamuvá égett az egész madárgyűjteményünk, ami egyébként régebben egy nemzetközi szinten is jelentős gyűjtemény volt, ma nem sok minden maradt meg belőle mára. Mégis van egy nagyon érdekes készletünk, gyűjteményünk, ami a madárfészekaljakban, hogy azok hogy néznek ki, és ez egy kiváló eszköz például iskolákban arra, hogy demonstrálni lehet, hogy még egy azon szülőpárnak is mennyire változatosak lehetnek az utódjaik. Nyilván itt az első lépés a tojás, hogy aztán mi lesz a tojásból, az egy másik történet. A másik nagyon fontos dolog, hogy ilyen gyűjteményt manapság már nem nagyon lehet összehozni, ugyanis a természetvédelmi törvények gyakorlatilag lehetetlenné teszik a tojásgyűjtést, hát attól meg minden természetvédő elájulna, amikor ön bejelentünk, hogy mi egész fészekaljat szeretnénk begyűjteni. De ez szerencsére megmaradt, és ezek régi gyűjtemények.
Itt látható egy nagyon egyszerű, primitív kezelési felület, de az információ föllelhető benne, ugye a metadatoknak azt is leképeztük fotó útján, ezt látható itt, a cédula hátulja, és hát persze a különböző tojások. Néhány nagyon fontos tapasztalat, aki nemzetközi projektbe kezd, ugye hát ez, amit az előbb említettem, ez az erős leszűkítés, ez komoly fejtörést okozott, mi eredendően nem ilyen tartalmakat kívántunk felkínálni. Nagyon komoly problémákkal néztünk szembe házon belül, egész egyszerűen a kollégáink nem, udvariasan mondjuk, hogy nem nagyon akarták elengedni a tartalmat, amit egyébként nagyobb részt mi alakítottunk át, nem is ők, tehát ez nem az ő munkájuk volt, legalábbis ebben a formában nem. Nagyon fontos és általános üzenet, hogy a múzeumnak az IT-s tábja nagyon pici és iszonyatosan túlterhelt, így viszont életveszélyes bizonyos projektekbe belemenni, mert nincs meg az a támogatása a muzeológusoknak, hogy meg tudják csinálni a munkát. És hát ugye itt a Corvus Corax, ugye a fehér holló, de hát ugye itt egy másik Corvus faj volt, tehát fehér csókának kéne hívni, hogy a V3 tartalom még mind a mai napig is nagyon-nagyon ritka a neten. A másik projekt esetében fel kell tenni, hogy egy nagy-nagy új digitális könyvtárt akartak építeni, már annyi van, kell-e valóban még egy teljesen önálló, vagy csak egyszerűbb valahova beszállni és tartalmakat berakni. Itt egy szakmai sajátosságot kell ismertetnem, nevezetesen a biológusok, tehát akik rendszertannal, taxonomiával foglalkoznak, gyakorlatilag mindig kötelező visszanyúlni az eredeti forráshoz. Tehát nekünk Linné, vagy bárkit is mondok, Fabricius-tól kezdve bárki, talán közismert nevek ezek, mindig vissza kell nyúlnunk az eredeti forráshoz, tehát ezek viszont nagyon kevés helyen érhetőek el. Ezeknek az irodalmaknak, ha úgy tetszik, sajnos mondhatom, hogy könyvészeti ritkaságoknak, ugye természetes módon a természettudományi múzeumok, botanikus kertek a megőrzői, ezekhez viszont eljutni, aki próbált már valaha egy európai körútat tenni, például példányok vizsgálata miatt, az tudja, hogy milyen iszonyatosan költséges dolog. 2005-ben valamit léptek, és mégpedig nagyon nagyot léptek az amerikaiak, létrehozták a Biodiversity Heritage Library-t, amely természettudományi könyvtárak, ezek egyetemi, múzeumi, tehát különböző fajta természettudományi könyvtártól indult ez a kezdeményezés. Furcsa és szokatlan nekünk, európaiaknak, főleg itt a keleti fertáján Európának, hogy ez zömmel alapítványi pénzekből folyt, és folyik mind a mai napig, tehát a pénz túlnyomó többsége nem közpénz. Ez gyakorlatilag megfelel a Biodiversity Commons-nak. Az aktuális adatok, ezeket tegnap néztem meg a honlapon, azért mellbevágóak. Gondoljanak arra, hogy ez egyetlen tudományterületnek az adatállománya. Tehát ez egy nagy kihívás volt, és hát ugye mindenki megpróbálja ezt valahogy reagálni, nem maradhatunk le semmiképpen, úgyhogy Európától, Kínától, Ausztráliáig mindenki nekiállt, és nagy ütemben elkezdte fejleszteni. Európa szokott módon szöszmötölve, lassan, kicsit nehézkesen, ugyan elsőként kezdte a csatlakozást, de még most sem nagyon fejezte be. Ezzel szemben például az ausztrálok meg a brazilok azok gyors vonati sebességgel megoldották, és ma a korpusz az egy az egybe beolvadt a BHL Classic-nek is hívják, ugye az amerikait. Afrika nem meglepő módon nagyon lemaradva, és Ázsiából egyedül gyakorlatilag Kína, aki viszont nagy erőkkel és komoly pénzzel próbálja behozni a lemaradását. A mi konzorciumunk 2009-ben alakult, sok intézményből, ez is egy best practices network volt. Gyakorlatilag a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a már meglévő, már digitalizált tartalmak
hoz mindenféle szolgáltatásokat adjunk, tehát innovatív keresési módszereket, stb. Ezt sem kívánom végigolvasni, ne rettenjenek meg. Ez egy nagyon fontos, hogy nem digitalizálhattunk ezekből a pénzekből, mert Kelet-Európa nagyon nagy lemaradásban volt, tehát itt mindenféle ravaszkodással próbáltunk meg áthidalni dolgokat, és bizony szerencsére más pályázat összefutott, tehát így sikerült előállítanunk nagy tartalmat. Nagyon fontos volt és a projekt jelentős része a metaadatok körül forgott, a jó minőségű metaadatok körül. Itt is elosztott adatbázisok voltak, de ugyanakkor ez nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy szemben az Európánál logikájával itt a teljes adatállományt tárolja a konzorcium. Jelenleg ez az adattárolás Londonban történik. Ezt néhány nagy, tényleg európai, vagy pontosabban világszinten abszolút vezető intézet egyéb pályázati támogatásokból meg tudja valósítani és tudja szolgálni az egész európai közösséget. A szerzői jogok kérdése mindig izgalmas és sikamlós terület, főleg a vasfüggönyön túli, az egykori vasfüggönyön túli területen. Az volt a várakozásunk a projekt elején, hogy ez egy nagyon nehéz és ezen fognak megbukni dolgok. Ehhez képest pontosan az ellenkezőjét tapasztaltuk. Szerintem részben tájékozatlanságról, habozás nélkül aláírtak olyan dolgokat, amiken Nyugat-Európában biztos, hogy évekig rágódtak volna. Ezért érdekes, hogy nekünk nagyon sok friss tartalmunk is van szemben a nyugat-európaival. Ilyen például a közös társasági, múzeumi és társasági folyóiratok, itt felsoroltam néhányat, illetve az akadémiával együtt kiadott folyóiratok. A legfontosabb dolog én szerintem, nem véletlen volt ez egy best practices project, hogy fórumot teremtett, és mindenkinek fórumot teremt, hiszen kérem, hogy nézzék meg a portált, nagyon-nagyon sok valóban gyakorlatias, jól felhasználható anyag van a portálon, és egy csomó szoftver is. Tehát érdemes ezt megnézni, ez a legfontosabb előnye valójában a projektnek. Csomó olyan fejlesztés, például az úgynevezett taxonomi intelligencia, semmi más, mint arra gondoljanak, hogy egy szövegből kiemeli a állat és növény neveket. Ugye ez nem egy egyszerű feladat, ez egy elég komoly fejlesztés, de így nagyon-nagyon megnöveli a találati valószínűséget. Nagyon fontos, és ezt sokszor elfelejtjük, amikor egy-egy intézmény külön-külön áll neki fejleszteni, hogy a kritikus tömeg az nem csak a fizikában fontos fogalom. Tehát ez épp úgy igaz az oktatás, az informatika, mindennek a világában, ahol sok tartalom van, oda eleve szívesen mennek az emberek, tehát nem kell mindig külön várakat építeni, tessék csatlakozni a nagyokhoz. Ennek a projektnek keretében pontosabban kapcsolódva 5800 cikket digitalizáltunk. Ez azért érdekes, mert ugye a BHR logikájában az oldal az alapegység, és ez nem változott meg a kezdetektől fogva. Mi viszont úgy gondoltuk, valószínűleg inkább a kutatói szemlélet folytán, hogy nekünk az a legkisebb, igazán egyben kezelhető entitás az a folyóirat cikk például, vagy egy könyv fejezet. És ezért mi így csináltuk, ezért is van itt a cikkek száma feltüntetve, durván 80 ezer oldalról van szó. Nagyon fontos, és ez nem mindenütt jellemző, hogy az 50-es évek vége, 60-as évek elején nagyon sok, nagyon rossz minőségű papírra készült kiadvány van, amik, hát én úgy hívtam őket, hogy önmegsemmisítő iratok, amik nagyon jól nézhetnek ki egy titkosított dokumentum esetében, de egy tudományos publikációnál lesz kevéssé elő, tehát itt egyszerűen a fennmaradását biztosíthatja a rendszer. Amit még szeretnék elmondani, hogy ugye a BHL logikája az, hogy képeket tárol oldalonként, ezeket kérésre, megfelelő metaadatokkal természetesen, ezeket kérésre összefűzi egy range-é, és ezeket konvertálja aztán
PDF-be. Itt ezeken akkor gyorsan átugrok, a mi honlapunkon is megtalálhatók ezek a folyóiratok, erre most szerintem nem lesz idő, viszont nagyon fontos néhány tapasztalatról beszélni. Az IT stábra, amit mondtam, az gyakorlatilag egy az egybe igaz ennek a projekt kapcsán, és ez bizony a láthatóságunkat, hasznosulást is nagyon negatívan befolyásolja. A legtöbb vitánk, és ez nagyon furcsa, hogy egy Kelet-Európából jött ember vetette föl, nagyon sok vitám volt a projekt vezetőivel az ügyben, hogy egyszerűen a workflow-ban nem létezik az, hogy digitally born. Tehát amit ma kiadnak, minden elemében digitálisan keletkezett, azt ma fogják és beszkennelik, OCR-ezik, stb., ami hát szerintem a súlyos elmegyengeség állapota, viszont azt mondják, hogy 44 millió oldalt így kezelünk, akkor nem rakunk bele egy másik rendszert, ami ugye ezt a dolgot megfelelően kezelné. Ez egy nagyon veszélyes tendencia, a másik, ami sajnos egy megint múzeumi világban különösen egyre erősebben megjelenik, hogy csak digitálisan vannak anyagok. Hát itt a informatikához közel álló kollégák vannak, úgyhogy ha valakik, akkor önök igazán tudhatják, hogy minden biztos, csak a digitális tartalom jövő héten való elolvashatósága az a legkevésbé. Pontosabban szólva, az nagyon költséges dolog, hogy ez így is, így legyen ez a dolog. Sok egyéb problémát, és átadnám Miklósnak, aki az oktatási részről beszél. Üdvözlök én is mindenkit. Gyorsan, nem sok időm maradt, rám szóltak már, hogy ez már visszafele jár az óra, már túlmentünk az időn. A Natural Europe, az itt látszik, hogy 2010-től 2013-ig volt nálunk. Ez már nem az e-content plusz, hanem a rákövetkező, a SRIS-ben váltó ICT-PSP projekt része volt. Látszik az, hogy a 14 partner nem látszik, de hogy Európa 7 országából voltak partnerek. Érdekes ilyen szempontból, hogy nem a legnagyobb országok, Németország az egyetlen ilyen igazán nagy ország, tehát se az Egyesült Királyság, se Franciaország, se Spanyolország nem vett részt ebbe a projektbe. Ez egy ilyen kisebb dolog, de testhez álló projekt volt. Az alapcél az volt, hogy az Európában tárolt adatokat, illetve más adatokat, hogy lehet a közoktatás számára hozzáférhetővé és emberközelibbé tenni. Itt az első előadáshoz teljes mértékben lehet kapcsolódni. A részvevő partnerek ezen az oldalon vannak a technológiai meg a oktatási vonalon együttműködő partnerek, a legelső a GRIC, a GRNET, ő volt a konzorciumvezető, és itt látjuk a tartalomszolgáltatói oldalt, tehát itten van négy nagy nemzeti természetrajzi múzeum, ebből mi adtuk a legtöbb tárgyat, egy kisebb múzeum és egy ilyen tudományos központ, ilyen Science Centernek nevezett finnországi arktikus dolog, ahol kutatnak is, meg egy nagy bemutató központ. Egy kicsit olyan csodálkozótája jellegű hely. A célkitűzés mindenképpen az oktatással kapcsolt információtárolás. Ez két külön alprojektre oszlott. Egyrészt az oktatásra felhasználható digitális tartalmaknak a szolgáltatás. Ez egy klasszikus digitalizáló projekt. Avval a kitétellel, hogy mindenképpen múzeumi tárgyak, akár képek, akár videók legyenek. Másrészt ezekhez legyen társítva az oktatásban könnyen felhasználható, nem túl hosszú ismertetés. Ezen kívül rövid prezentációkat is integráltunk. A projekt annyira integrált, hogy ez önálló szolgáltató központként is szerepel, valamint az Európában föltölti az adatait. A másik ág azok ilyen voltak éppen óramázatok, ők tanúsvényeknek nevezték ezeket el, pathways-nek, amik mind a múzeumpedagógiai, mind a klasszikus közoktatásban felhasználható múzeummal kapcsolt valamik, amik a gyerekek tanításában könnyen felhasználhatók. Mutatom a honlapnak a felületét, most tényleg csak átvágtatok, sok mindent nem tudok elmondani. Egy olyan keresést akartam megmutatni, hogy milyen szempontból dolgoztuk fel az anyagokat. Az IZSO példáján
ami egy növény, aki nem tudná, a Bibliában előfordul. Itt a Natural Europe-nak a felületi, kereső felületén az izsótnak a találatait látjuk, és mutatom a metaadatokat, amiket az izsókról lehet tudni. Erről a példányról, ez egy fotó, egy természetfotó. Utána ugye ez az izsóknak a virága, utána láthatjuk azt az információt, amit oktatási célból föltöltöttünk az izsóphoz, angolul és magyarul. Egy herbáriumi példány, egy úgynevezett fakönyv, ez egy érdekes gyűjteményünk, ahol annak a fának a fájából készült kis dobozka van a kérgével a könyv kérgén, és ha kinyitjuk, akkor benne vannak a termések, levelek, mindenféle. Ezek egy nagyon szép gyűjtemény, ami oktatásban nagyon jól felhasználható. És Csapody Verának a híres akvarell gyűjteményéből is beszkenneltük hozzá az ábrázolást. Ez az adatbázis, adatfelvő felület, amit kifejlesztett a program, ahol a metaadatokat szépen meg lehet adni. Importálni is lehet az adatokat, vagy kézzel bevinni. A kisebb gyűjtemények, a kisebb múzeumok kézzel vitték be az adatokat. Itt látjuk a képet. Ez azt tartalmaz, hogy ebben a projektben mi hány adatot adtunk hozzá. Ez a 4200-as szám, látszik, hogy nem túl nagy számról van szó, hiszen a cél nem a nagy mennyiség volt, ez egy másik projekté, az OpenAP volt, hanem az oktatási felhasználhatóság. Itt pedig az Európánál való megjelenést láthatjuk. Hát több keresést itt nem csinálok, hogy nincs idő rá. A másik, ez az Educational Pathways, tehát az oktatási tanulóknak a menetében segédanyagként használható dolog, az szintén ugyanezen a felületen kereshető. Ez néhány példa. Itt vannak a szerkesztő felületünkön, a mi általunk szerkesztett hasonló tanórák, és egy példát hozok, ez a Neander völgyiekről szóló magyarul és angolul is elérhető tanóránk, hogy mi lett egyáltalán neandervölgyi populációval, miért nincsenek manapság neandervölgyi emberek. És az összes lapot itt látjuk, hogy négy fül van, amin az óra menete szépen követhető. Én nem vagyok pedagógus, tehát nem értettem sosem az egészet, de a pedagógusoknak ez szemlátlan nagyon tetszett. És ugyanezt ezeket a tanórákat megfejelve PowerPoint prezentációkkal a saját honlapunkon is szolgáltatjuk, és itt a National Europe-t a Mindenki Múzeuma fordítással fordítottuk le, hiszen a National Europe ilyen szempontból számunkra így nem jelent semmit. Köszönöm szépen a figyelmet!